Szavaztak srácok, én győzőm vagyok, és újra egy kis bejelentkezéssel jöttem, mégpedig megvan a zöld háttér. Igen, megvettem egy 5-10 percnyi volt egy bolt, most jöttem rá egy ilyen méretáru, igen az. Nem volt olyan drága, se olcsó, 2000 forint volt egy ekkora, szóval ilyen pont jó. Úgy, hogy maradt ez a felkötözős módszer, egy lámpára, meg oda-oldalra szögre, mint a piros, ami ugye akár szarcsért, de még ez se ér sok mindent, hiszen nincsen világításom, szóval nem tudok normális tesztet csinálni, tényleg egy órája próbálok, baszki. Ez a lámpám volt, amiben már nincsen ég, mi az égő, mert ejtőt, szar, itt is van. Úgyhogy, ja, ez van most. Tegye, itt mutatom is, hogyha tudom. Itt csinálnám a Sonyba, és itt megvettem magam. Csak az a baj, hogy a Sony az kurvára nem csinálta úgy jól meg, mint a OBS. OBS-e tényleg azzal nagyon jól ment, de a Sony Vegasba geci ezt beállítani anyádat. Így húzom rá, hogy zöld, aztán egy kicsit ugye, hogy a háttér tűnjön el meg ezek, és kék lesz geci a háttér, az mi? Meg a fél arcom eltűnik. Na mindegy, szóval igen. Azt nem tudom, milyen lámpával fogom megoldani, mert itt, hát van itthon lámpa, de hát most azt nem tehetem meg, hogy átmegyek más szobájába, azt elhozom, bazd meg az álló lámpát, meg ezeket. Itt sajnos csak három égő van, de lehet, majd megpróbálok belerakni, hát ha jó, még pár égő. Úgyhogy kíváncsi leszek. Gondolkoztam, hogy ilyen softboxot is, például a kiskarácsonyi fa helyére, és akkor onnan jön így a fény, vagy oda megy az ágy mögé, a fasz tudja. Na minden sajnos tesztet még nem tudok, pedig akartam, tényleg egy órája vagy több azon buziskodok, hogy mi van már, felvettem ilyen kis csé mindent, vlogot is felvettem ehhez, ugye, hogy bemutatom, mint most, de hát sajnos ez van, úgyhogy az holnapra marad, vagy még későbbre. Holnap megpróbálom természetes fény mellett, de hát ma is geci csak köd volt, még most is köd van, hát milyen fény van itt, semmi. Na mindegy, megvan a zöld háttér, jó lesz, úgyhogy holnap tali egy teszt videóban. Addig legyen szép napotok, szép estétek, na szevasztok!